Kedves ballagó diákok, tisztelt jelenlévők! Tisztelettel köszöntök minden megjelentett iskolánk legnagyobb ünnepségén, a ballagáson. Külön köszöntöm Fábriájú Prozinát, az EGRI Szakképzési Centrum főigazgató asszonyát, és Molnár Rihárd, alpolgármester. Minden ballagás búcsú is egyben. Egyszeri és megismételhetetlen az ünnepeltek és családjuk számára, de különleges ez az alkalom az intézményünk életében is, hiszen ma ballag az utolsó gimnáziumi és szakközépiskolai osztályunk. Kedves ballagók! Először hozzátok szólok, hiszen ma ti kerültetek középre az alsós évfolyam sorfalai közé, ami azt jelenti, hogy a mai napnak ti vagytok az ünnepeltjei. Én először is gratulálok nektek, mert az, hogy középen vagytok, azt jelenti, hogy lezártátok 4 középiskolás évét. Ha visszanézünk, azt hiszem mondhatom mindannyiunk nevében, hogy nem volt egyszerű és zökkenőmentes ez az időszak. Adódhat ez abból is, hogy ti már egy másik generáció gyermekei vagytok, ahogyan azt ősszel Tari Anna Máriától is hallathatok, a bűvös Z-generáció tagjai. És mint ilyenek, másképp gondolkodtok a világról, az információszerzésről, a tanulásról. Másképp is beszéltek. Nektek lol, ha valami vicces, és ófos, ha valami vagy valaki nem tetszik. Ti már a világ globális nemzedékéhez tartoztok, akik a kutatások szerint a leghosszabb életűek lesznek. Ti már beleszülettetek a digitalizáció világába, az időtök nagy részét online, bedótozva élitek. Elődeiteknél sokkal gyorsabb ritmusban éltek, a változástól nem féltek, mert hozzászoktatok, ebbe születtetek bele. Mindezért talán sokszor érezhetitek azt, hogy többet tudtak a világról, mint a körülöttetek álló felnőttek, sok fölösleges információt kell megtanulnotok, és szavaitokat nem értik meg. Ebben részben igazatok is van. De azt hiszem, hogy itt a Reményikben mi próbáltuk veletek fölvenni a ritmust, igazodni az igényeitekhez, új munkaformákat bevinni, digitális eszközöket használni az órátokon, külföldi szakmai gyakorlatokat szervezni nektek, és nem utolsó sorban megérteni benneteket. Én hiszem azt, hogy itt a Reményikben szavaitokkal élve olyan cool és szveg használható tudást kaptok, ami segítségetekre lesz a további életetekben. Tisztelt szülők! Bármennyire is sokat tudnak ezek a gyermekek a világról, akármilyen magabiztosan kezelik a számítógépet és az okostelefont, akkor is szükségük van érzelmileg támogató, családi, szülői háttérre. Igen, a régi értékek folyamatosan változnak, a fogyasztói társadalom hatásait sem kikerülni, sem megváltoztatni nem lehet, mert életünk részei, ami rugalmasságot és alkalmazkodást igényel felnőttől és gyerektől egyaránt. Azonban önöknek feladatuk is van ebben a folyamatban. Tudatosan kellene vigyázniuk gyermekeikre, megmutatni és átadni a legfontosabb értékeket. Én köszönöm, hogy önök gyermekeik mellett állnak és segítenek nekik, hogy ne tévedjenek el ebbe az értékekben folyamatosan változó világban. Kedves osztályfőnökök! Ha egy felnőtt képes meglátni az áldászkamaszban az érzelmileg magára hagyott, sérült vagy szorongó gyereket, akkor tud áthatolni azon a falon, amit csak látszólag vastag. Én köszönöm mindkettőtöknek, hogy megértő és segítő támogatói voltatok a rátok bízott fiataloknak. Köszönöm, hogy őket érzelmileg is támogattátok, segítettétek a jövőjük alakulását. Kedves ballagó diákok! Ha hihetünk annak a gondolatnak, hogy bármit csinálsz, a jövőben bármikor elővehetik és felhasználhatják ellened, akkor azt kívánom nektek, hogy a nagyon hosszú életetekben úgy cselekedjetek, úgy éljetek, hogy soha semmit se fordíthassanak ellenetek. Kívánom, hogy találjátok meg az utatokat ebbe a folyamatosan változó világban, és legyen az életetek szavaitokkal élve fullos. Jó utat, Reményikesek! Tisztelt jelenlévők! Bármennyire is változó a körülöttünk lévő világ, azért vannak hagyományok, amelyekhez ragaszkodunk, ápolunk, követünk.
Ilyen tradíció iskolánk életében, hogy minden ballagáson elismerjük azon diákok munkáját, akik a tanulmányaik alatt kiválóan teljesítettek. Nincs ez másként az idei évben sem, mikor is 4 végzős diákunk kap Reményi üvegtrófeát kiemelkedő tanulmányi eredményeikért. Bertók Réka, 12. A osztályos tanuló, Horváth Krisztián, 12. B osztályos, és Horváth Péter, szintén 12. B osztályos tanuló, veheti át az üvegtrófeát. Kérlek benneteket, fáradjatok ki egymás után, hogy átadhassam nektek az emlékemet. Hát majd pótoljuk. Még a testi órát, azt külön kölcsön tudod venni. Következzék egy olyan diák jutalmazása, aki 2 éves szakmai tanulmányai alatt kiemelkedően teljesített, amit mi sem bizonyít jobban, mint az idei Szakmasztár Fesztiválon több mint 200 indulóból került a 8 folyos országos döntőbe, ahol az 5. helyen végzett. Gratulálok Kis Dominika Zsófiának, aki az ország 5. legjobb informatikusa. Kérlek, gyere ki, Zsófia! És végezetül, de természetesen nem utolsó sorban, egy olyan kollégámat szólítom, aki 1981 óta középiskolánk tanára. Munkássága sokunk számára példaértékű lehet. Pályája alatt 16 évig igazgatóhelyettese volt a Reményiknek, a Cisco képzés elindítója, több országos versenyen az élvonalban szereplő diák felkészítője. Tanítványai a világ számos országában jelen vannak és érvényesülnek az itt megszerzett tudásukkal is. Kiemelkedő szakmai munkáját kétszer is miniszteri dicséretben ismerték el. 2015-ben Füzesabony város Pro Urbe díjasa lett. Idén megkapta a Heves megye szakképzési díjat. Kedves Gábor, azt mondják, a régi módi tanári tekintély talán már nem is létezik. A mai formának a kihívása ma már nem alanyi jogon jár, hanem olyan dolog, amiért meg kell küzdeni. Olyan felnőttnek kell lenni, akire fel lehet nézni, aki egyenesen és érthető módon kommunikál. Magam, kollégáim, de a diákok nevében is mondhatom, hogy mi benned egy ilyen embert tisztelhetünk. Kivívtad ezt a következetességeddel, szakmai igényességeddel, önzetlenségeddel, precizitásoddal. Köszönöm, hogy nagy mértékben hozzájárultál az iskola mai arculatának kialakításához. Ígérem, hogy megérőzzük és tovább visszük azt, amit felépítettél. Köszönöm a munkádat, köszönöm, hogy 15 évig veled dolgozhattam. Kívánom, hogy legyenek további aktív, szép éveid, kísérjél napsütés, ha Tátrában jársz, és hiszem, hogy az évvégi elköszönés egy átmeneti búcsú az életünkben. Tisztelt vendégeink! Karamhegyi Gábornak munkássága elismeréseként a mai napon az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, professzor dr. Kásler Miklós pedagógus szolgálati emlékérmet adományoz. Felkérem Fábri Eufrozina főigazgató asszonyt, hogy a díjat átadja. Jelenlévők, az ünnepi beszéd zárásaként az érettségizőknek sikeres vizsgai időszakot, a díjazottaknak
cikkes vizsgai időszakot kívánok, a díjazottaknak gratulálok, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Csak egy pár nap is csendben felnövünk, és a régi szobánkból kiköltözünk. Ugye jó, sok emlék a polcokon ott maradt, nekünk lassan már játszani nem szabad. Ugye jó, furcsa dolog, hogy az emberek csak úgy lépnek át másokon, a felnőttek birodalmában csak egy lány leszek félúton. Mondd el, mire számítsunk, ha messzire indultunk. Féltél-e a gondoktól, a mában a holnaptól? Olyan más, hogyan szól ma a rádió, nekem a filmekben már sok az űrhajó, túl szépek a jelmezek. Én úgy tudom, hogy az emberek nem csak úgy lépnek át másokon, a felnőttek birodalmából, ahogy ők. Kicsit visszakívánkozom. Mondd el, mire számítsunk, ha messzire indultunk. De féltél-e a gondoktól, a mában a holnaptól? Mondd el, mire számítsunk, ha messzire indultunk, de féltél-e a gondoktól, a mában a holnaptól? Mondom nektek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, ha szürke port belette. A csöntől, mikor hangzavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk. Minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek. A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, mint megáll a lábunk. Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, mert minden csend más, minden könyv vigasz. Mindig váltani az élet ritmusát. Tudatosan és figyelmesen cserélni munkát, pihenést, koplalást és bőséget, józanságot és mámort, igen, még gondot és örömet is. Tudatosan felállni az élet terített asztala mellől, mikor legjobban esik a bőség. Tudatosan bekapcsolni gondokat és feladatokat, melyeknek nevelő erejük van. Nem elbízni magad semmiféle helyzetben. Hirtél dicsőséget vadászni hiúság. A való nagyságnak éppen úgy következése a dicsőség, mint jámbor életnek becsület. Kereset nélkül jön mindegyik. Vársz hírst, halhatatlanságot, illat az, mely tölt virágot, és a rózsát, ha lehull, csak egy perccel éri túl. Minden nap csak egy tanulnivalónk van. Hogyan legyünk őszintén boldogok? Emlékezz mindig az örömre, amelyben akkor részesülsz, amikor jó dolgot cselekszel.
Ez az öröm megadja neked a lelkesedést, a törekvést és az eltökéltséget, hogy mindig a helyes dolgot tedd. A legjobb szándékod ellenére hibát követsz el, emlékezz erre a mantrára, a múlt por. Légy őszinte gondolataidban, légy tiszta érzéseidben. És nem kell futnod a boldogság után. A boldogság fog futni utánad. Kedves szüleink, tanáraink, vendégeink, diáktársaim! A végzős 12. évfolyamok nevében búcsúzom most iskolánktól, a Reményik Zsigmond gimnáziumtól és szakgimnáziumtól. Indul a küszöbről az út, ha nem vigyázok, elszelel. Felkötöm én is a sarut, gyerünk utána, menni kell. Utak találkozása vár, futok, a lábam bizsereg. Bárcsak ott lehetnék végre már, aztán hova, ki mondja meg. A válasz sokunkban még csak most formálódik. Túl tágas és izgalmas hely a világ ahhoz, hogy egyetlen helyen legyünk otthon benne. Ha ugyan mi vagyunk otthon valahol, és nem az otthon van bennünk, amit kicsomagolunk hol itt, hol ott, többé vagy kevésbé. Jól van ez így. Nincsenek egyforma életutak, mindenki másképpen más. Mint ahogyan a két végzős osztály is különleges az iskola történetében. Az A-osztály az első és egyben utolsó átmeneti osztály a szakközépiskola és a szakgimnázium között, a B-osztály pedig az utolsó gimnáziumi osztály a rezsiben. Ez a tény is jelzi, hogy rövid idő alatt milyen gyorsan változik a világ körülöttünk, és nekünk képesnek kell lennünk rugalmasan alkalmazkodni az újhoz, ha érvényesülni szeretnénk az életben. Örömmel tapasztaltuk, hogy ebben az iskolában nem az életre készültünk, hanem éltünk. A hagyományos ismereteken kívül volt lehetőségünk arra is, hogy az élethez szükséges készségekre is szert tegyünk, hiszen tudjuk, hogy nagy szükségünk lesz majd a kreativitásra, a hatékony kommunikációra, a kooperációra és a közösségben létezés képességére. A Z-generáció tagjaiként tudjuk, hogy nem egymást legyőzve, hanem egymással együttműködve lehetünk eredményesek. Ezt a célt szolgálta a sok program, a színház és opera kaland, a gyárlátogatások, állásbőrzék, különböző előadások sora, a Bécsi Erasmus program, a nyelvtanulás tanórán kívüli lehetőségei. Végzős diáktársaim nevében köszönöm tanáraink munkáját, végtelen türelmét és emberséges hozzáállását, azt, hogy családias hangulatban otthon érezhettük magunkat a rezsiben. Aki az órán nem csak oktatott, és aki belőlem embert faragott, arra én végtelen hálával gondolok. Köszönettel tartozunk a szüleinknek is azért, mert ők a mi biztonságos hátországunk, akik feltétel nélkül szeretnek, akik úgy terelgettek bennünket, hogy felnőttként majd saját utunkat járó, boldog emberek lehessünk. Furcsa, hogy lassan múlt időben beszélünk arról az időszakról, ami kamaszkorunk meghatározó része volt. De van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie, akár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. Akármennyire is vártam ezt a napot, sosem kedveltem, ha valami véget ér. A nyár utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, a búcsú egy közeli baráttól. De a befejezés elkerülhetetlen. A levelek lehullanak, becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Számunkra ez is egy ilyen nap. Ma búcsút intünk mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt. Tovább lépünk. De attól, hogy elmegyünk, és ez fáj, lesznek emberek, akik részesei maradnak az életünknek, akármi is történjen. Ők a mi biztos talajunk, a sarkcsillagaink, és az apró tiszta hangok a szívünkben, amelyek velünk lesznek örökre. Búcsúzól felkötjük a szalagot iskolánk zászlajára, és elhelyezzük koszorunkat névadunk, Reményik Zsigmond emlékművén. Csónakos. Itt leszek. Barabás. Itt leszek. Nemecsek. Itt leszek. Leszik.
Itt leszek. Richter. Itt leszek. Weiss. Itt leszek. Csele. Itt leszek. Kolnai. Itt leszek. Boka. Itt leszek. Yeah.